Természetesen különbség van az egyes szívbetegségek között, tehát vannak az öröklődő szívbetegségek, vannak, amiket csak műtéttel lehet megoldani, és hát ezeknek különböző a terápiája és különböző a szekunder prevenciója. Szívinfarktus akkor következik be, ha a szív oxigén igénye jelentősen meghaladja a koszorú erek oxigén kínálatát, és ennek hatására a szívizom általában egy területen elhal. Az oxigén kínálat alacsony voltának legfőbb oka a koszorú erek érelmeszesedéses beszűkülése. Gyógyszeres kezelés az a meghatározott és a nemzetközi szakirodalomban leírt sémák szerint zajlik, a legritkább esetben, amikor ezen változtatunk. A másik sarkalatos pontja a betegnek az életmódja, ami a rehabilitációval kezdődik, indul, tehát akkor kell elmondani és megtanítani arra, hogy milyen mozgásokat végezzen. Ez lehet jóga, tai chi, vagy valamilyen speciális mozgás. Nekem az a véleményem, hogy majdnem mindegy, csak mozogjon. Bármilyen furcsán hangzik ez, de mozogjon. Itt megjegyezném azt, hogy nagyon sokszor jön el hozzám olyan beteg, aki infarktuson átesett, vagy elhízott, vagy valamilyen más egyéb szívérendszeri betegsége van, és akkor megkérdezi, hogy és tessék mondani, mit csináljak. És akkor azt mondom neki, hogy teljesen mindegy, mondom, sétáljon, sétáltasson kutyát, vegyen két botot és sétáljon azzal, mert a felmérések azt mutatják, hogy mindegy, hogy mit csinál, csak rendszeresen valamilyen módon mozogjon. Hát ugye a mi kultúránkban az egy döntő, hogy mindenki szeretne egy kicsit többet és jobbat és nagyobb teljesítményt fölmutatni, és hát szeretne azzal büszkélkedni, hogy ő milyen nagy beteg és ennek ellenére mit tud, de hát azért itten józanságra van szükség, tehát nem muszáj azokat a pulzusszámokat, azokat a teljesítményeket, wattokat és meteket elérni, ami egyébként egy egészséges embernél fontos. Az étkezéssel kapcsolatban rengeteg diétás könyv van. Ezerféle diéta van. A túlsúlyjal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az első és legfontosabb az, hogy, és azt szoktam mondani, hogy fejben dől el minden. Tehát, hogyha valaki igenis arra figyel, és minden egyes étkezésnél, hogy ő egy falattal kevesebbet egyen, az már egy döntő lépés. A másik legalább ilyen fontos az a szénhidrát, szóval az kétségtelen, hogy a szénhidrát fogyasztás és annak a csökkentése, az csökkenti a testsúlyt. Egészen biztos, hogy a mediterrán diéta az nagyon jó. Mit jelent ez a mediterrán diéta? Azt, hogy kevesebb vörös húst esznek, sokkal több halat, lényegesen, nagyságrenddel több halat esznek, mint mi. De hát ez az ő szerencséjük, hogy közelebb vannak a tengerek és az óceánok. A másik az, hogy azért ők nagyon sok olajos magvat, tehát olíva, bogyót és egyéb magvakat esznek, ebből hidegen sajtolt olívaolajat, nem is sokszor, főleg a fejletlenebb részeken nem szűrt, tehát szüretlen olívaolajt, és ez egészen más íz, és nagyon-nagyon finom. Mindenkinek ajánlom, hogy kóstolja meg, és ha lehet, akkor szerezze be. És hát természetesen nagyon-nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt esznek. Úgyhogy ma mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy lehetőleg ezeket helyezzék előtérbe.